Jelenleg is több Európai Unió által támogatott projekt zajlik a városban, a jövőben pedig még tovább szeretnék folytatni a pályázati pénzekből való fejlesztéseket győrben. A város most 40 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert arra, hogy elkészítse integrált településfejlesztési stratégiáját hiszen ahhoz, hogy a város a 2014-2020-as költségvetési ciklusban is hatékonyan tudjon részt venni a pályázatokon, körültekintő felkészülésre van szükség. Az elmúlt időszak integrált városfejlesztési stratégiájából számtalan elemet át fogunk emelni, olyanokat, amelyek még nem valósultak meg, amik megvalósultak, természetesen azok már nem lesznek részei. Tehát így szeretnénk folytatni a városrehabilitációt, gondolhatunk itt a belvárosira például, hogy az városi városrehabilitációra, a közlekedési, kulturális, egészségügyi infrastruktúrának a megújítását, és egy új hangsúlyos elemként be fog kerülni a város és térsége együttműködési kapcsolatainak a javítása is. A 2008-ban elkészült és jóváhagyott integrált városi stratégia jó alapként szolgál a jelenlegi munkához, ám az idő múlásával több változás is történt. Így a szakembereknek több dolgot is aktualizálniuk kell majd, hiszen most már nem csak a város, hanem a térség fejlesztéseiben is gondolkodniuk kell. A legfontosabb, hogy az Európai Unió új és aktuális 11 bűvös és híres prioritásához kell hozzáigazítani az, ak az akkori stratégiát, ami generálisan nem nagyon különbözik, de azért mégiscsak, tehát át kell igazgatni egy picit ezekhez az irányelvekhez. A stratégia készítésbe több államigazgatási szervezetet, az önkormányzatokat, társadalmi és gazdasági szervezeteket és a lakosságot is bevonja az önkormányzat. A Városháza aulájában, illetve a látogatóközpontban ötletládákat is elhelyeznek, ide várják a lakosok elképzeléseit.